Surprise. Surprise. Sorpresa. Sorpresa. Annyira nem volt akkor a nagy meglepetés, hogy a Bundesligában játszik egy magyar játékos, hogy mondhatjuk a Sebőküléket, Lisztesék, a Rutka Rudiék, te is, ugye kim voltatok? Vírjúca Laci. És senkit nem zavartak haza, amiatt, mert nem tudta megtanulni az adott nyelvet. Ich heiße László Kleinhechler. Én nem gondolom, hogy valakit azért zavarnak el, mert nem tudod volna a német nyelvet. Ez valami kifogás, hogy kizárjuk azt, hogy zavartam az edzést például. Nálunk is vannak brazil játékosok éveken keresztül, meg nem szólalnának németül. Nem küldték el az miatt azt a brazilt, aki nem teljesített, azt elküldt, mert braziloknak nehezen áll a szájukra a német nyelv. Én azt gondolom, a magyar kimegy valahol és azt meséli, hogy azért küldték haza, mert nem tudtam a nyelvet, az kamu. Tényleg. Vigyázz, ha megfelelő képzettséged van a labdával, akkor senki nem fogja megkérdezni a nyelvtudásodat. Jó, kapus, te kit igazoltál? Most kapusból megvagyok, nekem amúgy itt a védőkkel van bajom. Nekem is a mezőnyjátékosokkal van egyébként. Teljes ráfügtem erre az edzőkligára, gyerek. Úristen! Folytatjuk a Dárdai Pál portrét. Így van. Ugye az előző részt valahol ott hagytuk abba, hogy említette Dárdai Pál, hogy mennyire szeretnek nála játszani a fiatalok, mert hogy sok fiatal lehetőséget kap a Pálnál. Nyugalomban az utánpótlás jön föl, nem, az akadémiában nem hagynak el minket a játékosok, itt maradnak, tudják, hogy a Pálnál van szanszom bekerülni fiatalon. Tehát van egy jó imidzsünk, és nagyon jól összedolgozunk most így klubszinten, egy nagy család. Külön megkérdeztük a fiáról, Palkóról is. Én tudtam, hogy nem ügyetlen, tehát ma van nem égetem, nem hagyott még cserbe, amikor belett rakva jó teljesítményt hozott. Nekem volt egy kis hátsó szándékom is, bevallom a kérdést illetően, mert tudni kell, hogy ősztől majd a Bundesliga is benne lesz az edzők ligájában, és hát én meg akartam kérdezni egy Bundesliga edzőt, hogy ajánlja esetleg a fiát. Még az edzők ligája kapcsán arra akartam elkérdezni, hogy a Bundesligában érdemes lesz-e majd a Dárdai Palkót mondjuk beválasztani a csapatba. Palkó, hát ő egy nagy érték, de hozzá tartozik a történethez, hogy ugye ő inkább olyan típusú játékos, mint anyukája. Anyukája első osztályban kézilabdázott, ő egy vékony nő, hát máskor nem lenne a feleségem. És hogyha így belegondolok, centrumba játszott, és nagyon jó irányító volt, de nagyon-nagyon jó is első osztályba. Ugye már nagyobbak a többiek, óra törött, szeme kékült, sétáltunk, olyan fickósan sétáltam, mondta, jó embert az asszonyt. Na mindegy, mindig törött valami a szegénynek. Nem lett akkora kézilabdás, mert a súlya. Tehát a Palkónak is ezen fog eldőlni a sorsa, hogyha rájön egy 6 kiló, most ugye 60-67 kiló, 72-re föl tudjuk tornászni a 22 éves korára, akkor azt mondom neked, nem véletlenül most, amit valamelyik gólt előkészített itt az elődöntőn, úgy mondták, hogy Robben jellegű gólpassz, tehát az ő mozgása egy nem nagy képűség, nem azért az én fiam, a Ribéry-nek meg a Robbennek a keveréke. Neki ez a pár kilón fog elmúlni, hogy mi lesz belőle, mert lehet, hogy semmi se lesz ez miatt, és lehet, hogy nagyon nagy futballista lesz. Uh-huh. Úgyhogy döntsétek el, hogy berakjátok-e, vagy jó. Nem. Dárdai Palkó egyébként az előző idényben kapott profi szerződést a Hertától. És már ősszel debütált egy Európa Liga meccsen. Hány évesen? 19. Majd utána játszott még egy Európa Liga meccse, ha jól tudom, és tavasszal már az apja bevetette a Bundesligában is. Úgyhogy le a kalappal, tényleg. És nem azért, mert rokon. Nem szoktam megdicsérni, tehát neki nagyon szar, neki nagyon rossz. Tényleg, a csapat előtt soha, otthon is, csak ha úgy van olyan, hogy egy meccs után Mikor jól játszott, akkor küldtem egy SMS-t neki, hogy jó voltál. Csak visszaküldi, hogy köszi. Ettől feküsztök el.
Szevasztok bástyák, T-közép on the vlog. Cső. Velem van Ferike Iglesias. Azért kellett újra összetalálkoznunk, mert célba ért az üzenetünk Sanyi bánál. Továbbra is bízhatunk abban, hogy esetleg, hogyha Lékenz tényleg nem válik be, már pedig szerintem most már azért eléggé rezeg a léc. Ugye, Sanyi bán? Köszönöm szépen! Tényleg. Hát ez a hosszú kés, ez vajazó volt, gyerekek. Wendy, snéltes kérdé? Tavesz baktáló csipkemó? Srácok, azért tegyük a szívünkre, és mindenki tudja, hogy ez nem volt váratlan. Tehát sajnos látnunk kellett így a négy meccs alatt, hogy borzasztó dilettáns, szegény Lékenz. Most milyen meccseink is voltak? Hát ráadásul ezek az ellenfelek, hogy Kazaksztán, Skócia, Fehér Oroszország, Ausztrália. Fú, a legendary. Egyébként tényleg nem lehet azzal vádolni Lékenzet, hogy lazsált volna, mert állandóan ott volt, ahol mi le se tudtuk vakarni magunkról. Itt van Zsorzs, nézi Mervót, Kázsit, meg Vidát. Hóban nem figyeli senki. Hát a rossz eredményeken túl azért voltak ennek a menesztésnek előjelei. Nekem a leginkább árulkodó dolog az az Elek Ákos interjú volt Brestben. A szövetségi kapitány egyébként megtalálja a hangot a csapat, mert egyelőre tényleg az látszik, hogy úgy... időnként... Igen, amit te is mondtál, hogy átrók jelleggel történnek dolgok, de hogy valahogy nem tud egy rendszer kialakulni. Hát nem. Most erre itt mondjuk, hogy megtalálja, vagy sem. Hát eddig úgy néz ki, hogy nem. Amire egyébként Lékenz egy sajtótájékoztatón reagált később. Beszéltem is Elekkel erről, mondtam neki, nem kell feltétlenül halakkal letetni az újságírókat. Ők megtalálják így is, úgy is a maguk mondani valóját. Én szerintem ezekből a sajtótájékoztatókból, interjúból már látszott, hogy nincs rendben a hangulat, illetve az edző és a játékosok közötti viszony az öltözőben. De nem csak ebből látszódott, már Bödéből látszódott. Feszült módon én átöltöztem, mentem zónyozni. A mester szólt pár szót, de mivel nem jó az angol, nagyon nem értettem, a többiek meg nem fordították le. Oké, most ha mindenki engedje el ezt a fáradt Lékenzet, felejts el mindenki a picsába. Sorry. És emlékezzünk vissza arra, amikor tényleg az aktuális szövetségi kapitánynak magyarázkodnia kellett egy görögök elleni 0-0 után. Kívülről úgy tűnt, hogy már a kezdetektől fogva a döntetlenre játszottunk. Mennyire ért egyet ezzel a megállapítással? Hát nem tudom, legyen a kedves, mondja meg, hogy miért tűnt úgy, akkor válaszolok. Hát meg kell indokolni, mert akkor tudok válaszolni. Én nem éreztem így. Nem, győzelemre játszottunk. Következő kérdés. Ezzel ugyebár vissza is kanyarodtunk a dárdai portrénkhoz, és ugye a korábbi sikerkapitány nyilván nem felejtettük el arról sem megkérdezni, hogy mi volt az ő sikereinek a titka. Az időben sok minden megszépült, de ne felejtsétek el, hogy nekem édesapám velem ordibált, hogy miért vállalom ezt el. De én tudtam, hogy mit vállalok, én tudtam, hogy a királygavit visszahozom, egy Juhász Rolandot berakok a tengelybe, szót fogad, a Gerát tudtam, hogy vissza fogom hozni centrumba, középpályára, mert ugye már megkopott a gyorsaság, nem tudsz velem mit csinálni, egy-két gólt talán fejed, de irányítóban nagyon jó a Szallai, azt mondta, hogy visszajön, nagyon fegyelmezett futballista, tehát nekem volt egy gerincem, meg volt egy dzsudzsákom, aki két-három emberi szóra, normális, őszinte szóra, rengeteget futott, nálam nagyon jól játszott. Pont rugásai, a kombinatív játék, a visszazárt, mindent megcsinált, tehát én tudtam, mit vállalok. Most nem biztos, hogy beülnék ebbe a mostani székbe. Ugyanúgy megkérdeznének, megcsinál, hazamennék, ugye kérnék 3 napot, kielemezném a dolgokat is, tehát hogy azt mondanám, uraim, döntsük el, hogy akkor most mögém álltok, mert ez lehet, hogy szarú fog indulni, vagy egyből megmondom, hogy uraim, ezt most hagyjuk egyelőre, nézzük meg, mi lesz 3-4 év, utánpótlás, hogy dolgoznak az akadémiák, milyen játékosok jönnek ki, hogy... Tehát azért, hogy most pénzt keresek, azért nem fog bohockod, meg kell mondani, hogy ebből nem lesz semmi, vagy ebből ez lehet, de akkor ezt is ezt kell hozzátenni, és ne várják a csodát. Én azt gondolom, hogy ott nem csodát csináltunk, hanem kihoztuk a játékosokból a maximumot. Ez kimaxolta a Pali ezt az egészet, és ebben ennyi volt? Tehát nem sokkal bonyolultabb ez, mint a vízilabda. Itt lehet ugye hülyíteni az embereket, hogy ez micsoda bonyolult sportág, vagy bármelyik sportág micsoda bonyolult. Hát nem lehet kitalálni, hát ez vízbe játsszák,
korlátozó vagy, hát ez nem egy ördöglakat. Na, valahogy ez az ördöglakat volt az, amit Kokó bácsi is említett, amit Lékensznek nem sikerült sehogy sem megoldania. De közelében nem került. De tényleg, és amikor Dárdainál felhoztuk a Lékensz témát még annó, akkor ő már úgy nyilatkozott róla, hogy már rendesen sajnálta a Palit. Én egy kicsit sajnálom is a mostani szövetségi kapitányt. Itt, ami most itt lett hagyva, meg az egész, hogy kinéz, nem néz ki jól. Ugye, ahogy mondtátok, nincsenek játékosok külföldön, nem tudunk úgy oda nyúlni. Aki olyan, az olyan messzire ment, hogy ugye hazajön, az még föl se ébredt, ki se aludta magát. Én tudom, a lekiről nálunk, ugye, amikor repül, azért ott nagyon nagy problémák vannak. Tehát ezt nem lehet bírni, így gondolok itt a Nikolicsra, Stieber is most kim van. Ezek húzó játékosok lehettek volna, lehetnének, hogyha hol itt játszanának a szomszédban, mert ez nem lehet bírni. Az ember az nem komputer, áramtalanítom, visszakapcsolom, kikapcsolom. Az embernek kell a pihenés, főleg egy sportolónak. De miért neked jól nézett ki? Mert amikor téged odaültettek, akkor nekem személy szerint, én vállalom, nekem az volt az érzésem, hogy téged leküldtek a dökútba egy kefével, egy vödör mésszel, hogy palikám, akkor... Figyeljém! És te megcsináltad! Figyeljém! Most... Én tudtam, mit vállalok. Húztam a kesztyűt, benyúltam oda, megcsináltam, és lefertőtlenítem, és lehet jönni. A gumikesztyűs, fertőtlenítős rész mellett borzasztóan kíváncsiak voltunk erre a jetleges történetre, tehát ezt mi már elég régóta pedzegetjük, és én személy szerint tényleg megnyitottam a Nikolics aktát. Ha őt játszatni akarod, az Ádám mögött, akkor kénytelen vagy ötös láncba játszani, igaz? Nem tudom, hogy vannak a magyar csapatok, ők ketten nem igazán passzolnak. Szerintem nálam is azért nem tudtak játszani, mert én négyes láncba játszok, viszont a Nikó, ha csak bejönni, mert tud gólt rúgni, egy értékes futballist, és főleg most, hogy sokan kiöregedtek, meg kimentek, még nagyobb értéke lenne, játékrendszert kéne váltani. Ha letettük a voksot, sőt, akkor tegyük rá jelet, miért ne? Sok mindent elért, akkor biztos nem mondott volna, de ettől függetlenül tehetsz rá jelet, csinálhatsz játékrendszert, meg mindent, amikor messze játszik, abból nem lesz igazi foci ilyen rövid idő alatt. Sajnos Nikó sem a jelet, sem a bizalmat nem kapta meg az öreg Lékensztől, úgyhogy az MLS regnáló gólkirálya, hát győzött a távolság, és kénytelen volt lemondani a válogatottságot. Nagyon messziről utazol ide a válogatott meccsekért, a jövőben is számíthat rád a kapitány, a motivációval nincs gond? Bízunk abban, hogy az új szövetségi kapitány, akit kineveztek Lékensz helyére, másképp fog gondolkodni Nikolicsról, és azonnal hazarángatja. Én már készülök következő selejtezőre, és amit már el is mondtam kapitánynak, és ha akkor fog számítani rám, akkor persze menni fog. Hát biztos, hogy másképp gondolkodik, mert Marco Rossi uno di noi. Ciao maestro, io sono Giorgio, original laziale. Marco Rossi lett a szövetségi kapitány, úgyhogy első kézből tudom nektek mondani az információt, hogyha azzal tényleg nem megbántva senkit, de azzal a szarkispesttel bajnok tudott lenni, akkor gyerekek... Marco Rossi! Marco Rossi! Belehizzadjak itt cucliból a végére. De amúgy miért nem kötött ki magad, tesó, ugye? Csöcsödött általában, ilyet állunk, bazd meg. Hallod, itt állunk 20 percet, tehát be vagy kötve. Mitől félsz? Nem tudtam, meg, hogy megindulunk valahol. Be vagyunk biztosítva. Fú, én annak örülök egyébként, hogy nem csak Dárdai ért velünk egyet Nikolicssal kapcsolatban, hanem néztem az M4-en, hogy Buzsáki Ákos is. Én nagyon szomorú vagyok, hogy lemondta Nikó válogatottságot. Egyrészt azért, mert ő ennél sokkal többet érdemelne. Én úgy gondolom, hogy nem vagyunk olyan helyzetben, hogy egy olyan játékos, aki egymás után három évben gólkirályi címet ünnepelhet, és Amerikában Dávid Villát megelőző, ő veszi át az aranycipőt. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy egy játékosnak megengedhessük azt, hogy lemondja a válogatottságot. Nekem az az arszpolitikám, a filozófiám, hogy ha van az emberek egy ilyen játékos, akkor köré, vagy építi a csapatot, olyan játékrendszert keres, ahova be tudja rakni. Köszönjük szépen, Ákoskám! Láttam ám, hogy fel vagy iratkozva, amúgy végig pörgettem. A portré végéhez közeledve meg mindenképp meg akartam kérdezni Palit, hogy mivel lehetne ezt a rohadt gyász... Csöves bánat. ...helyzetet valahogy orvosolni. Én azt gondolom, hogy a magyar embernek a gógyia az egy kicsit följebb van a... Nem akarok megsérteni másokat, mi nekünk vág az eszünk.
ha elmegyünk mulatozni, akár az iskolába viccelődni kell, vagy a paveri társaságba, úgy vág az eszünk, mi olyan gyorsan tudunk váltani, és nem bambulunk, hogy is gondolta ezt, vagy mi vág az agyunk, szerintem a magyarnak. És ezt ki lehetne használni a fociba szerintem, mert a genetikánk az már nem lesz arra jó, hogy lesprinteljünk mindenkit, vagy szétziláljunk mindenkit, viszont játékos futballistákkal, mint régen, valamikor egy jó filozófiával, iskolákon, klubokon keresztül belük nevelni a váltásokat, a forgásokat, a rövid passzokat, intelligens labdarúgás, azzal szerintem mi sokra vihetnénk. Az Izland se nem tudom, mit kopíroz. Ők tudják, hogy mit tudnak. Most volt a Jolis Ferizon, ő ugye valamikor izlandi válogatott volt, a Hertában játszott, most a U21-nek, azt hiszem a U23-nak az edzője, és mondta azt, hogy hát nálunk a filozófia, mindenki tudja, hogy mi, és ezt neveljük beléjük, fussál, hajtsál, és akkor szerezd meg a labdát, rúgd előre, ott van két jó, de együtt csináljuk, mert tudjuk, hogy ezt akceptálja a közönség, és ez a filozófia, így nőnek föl, és működik. EB-n vannak, BB-n vannak, minimális lakossággal. Don't cry for me, Argentina. Mindenki nyugodjon le, van remény, hogyha Izland rá tudott találni a saját kis filozófiájára, akkor rossz is rátalálhat itt Izland. A mi filozófiánkra. Transz! Végig ott motoszkált a fejembe az, hogy meg kell kérdeznem Palit. Én úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen költői kérdés, hogy mi kellett ahhoz, hogy ő most itt tartson, ahol a mezei féle proliszánsz, vagy az, hogy 15-20 éve kinnél Németországban, meg fogtok döbbenni. Most nevetni fogtok, mert tudom, hogy milyen a magyar közeg. A Gyuri bácsi az egy nagyon-nagyon értékes ember. Tehát az ő edző képzőjén, hogyha az én, amit láttam a labdarúgásban, amit tapasztaltam, mert én itthon végeztem a sulit, hogyha ott te figyelsz, és ha megnézed most az én edzéseimet, én azt mondom neked, hogy egy 80%-ban az ő módszertana szerint dolgozom, és működik, és nagyon jól működik. Ugye hozzá kell tenni, hogy ez a módszertan azért egy UEFA-s, azért nagyon sok van a holland, spanyol, ugye ezekre épül a történet, hogy mit, hogy építesz föl. De az utánpótlás képzésben is nagyon sokat hallottam tőle az egy év alatt, amíg ő volt az elnöke abban az időben, vagy sportigazgatója a BVSC-nek. Ugye a Sanyi bácsi volt az edző. Nagyon értékes ember. Én a magam törvényei szerint dolgozom. Én teljesen másképp dolgozom, mint ahogy mások. Én azt, amit szerettem, azt csináltam a játékos, ami hasznos volt a saját bőrömben, amit utáltam edzés, azt nem tartom. Tehát próbálom manipulálni úgy a játékosokat, hogy jókedvel menjenek haza, és jókedvel jöjjenek. Ha ezt elérem, az már egy fél siker. Ez a taktika nálunk is bejött, jó hangulatban érkeztünk, de még jobb hangulatban távoztunk. Így van, úgyhogy köszönjük szépen az Edzők Ligája szervezőinek, tervezőinek, hogy meghívást kaphattunk, és készítettünk egy interjút Dárdai Pállal. Ez volt a Dárdai Portré második része, reméljük, hogy ez is tetszett nektek. Az első után, gyerekek, tényleg köszönjük, rengeteg gratulációt kaptunk, hogy ezt összehoztuk, mi se gondoltuk volna egyébként, tényleg egy epik élmény volt, úgyhogy hatalmas királyok vagytok. Iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek minket Instagramon és Facebookon is, és cső, Putyin! Vladimir Vladimirovics Putyin! Nem bizsereg ennyire ez a dolog, mint Palinál akkor, de úgy bizser. Bízunk benne, hogy jön egy Rossi, Vili Orbán, Lanza Fáme, Nikolics. Meg az öreg asszony, itt aki elmegy. Na látod, az uglói nyugdíjasok banyatankkal járnak, nem izé Lexusszal. A Lexusban ma mész. Az kitolod. Az legújulod az el részre. Beszarok be az meg. Hey. Okay, there it is. Wow. Az ugló még az ilyen banyatankokkal is majd elütnek. Fasztemlők!